Tisztelettel köszöntöm stúdiónkban Kamp Alfréd Antalnét, független jelöltet, a 2. számú választókerület jelöltjét, képviselőjelöltjét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kérem először, hogy mutatkozzon be és mondja el, hogy mi az, amit fontosnak tart önmagáról. Én Kamp Alfrédné vagyok, Budaklászon a 2. körzetben születtem, és ott is lakom egész rokonságommal a mai napig is. És teljesen, ez fontos közölnem, hogy teljesen pártfüggetlenként indulok, mert úgy gondolom, hogy helyi viszonylatban teljesen mindegy, hogy valaki milyen párthoz kötődik, csak hogy valami érdemi dolog történjen. Én a legmagasabb iskolai végzettségem közgazdasági szakérettségi, és a rendszerváltási könyvelőként dolgoztam, és utána az utolsó 10 évben a Budakalász katolikus templomban szemben lévő Márta Divatáru ajándék üzletet, mint magánvállalkozóként üzemeltettem, a tavalyi évben felszámoltam, és így most van energiám a község életével foglalkozni. Miért vállalta a jelöltséget, és mi az, amit eddig tett Budakalászért? Hát két okból vállaltam a jelöltséget. Egyrészt azért, mert Budakalász 2. körzete Budakalász város legelhanyagoltabb körzete. Itt 20-30-40 éve is megmerem kockáztatni, semmi nem történt. A 2010-es választásokon a jelenlegi polgármesternek kampányoltam, jó magam is, egy nagyon szimpatikus, egy barátságos, alapjában véve egy jó indulatú ember, és nagyon sokat megígért, hogy mit fog tenni a 2. körzetbe. 750 aláírást gyűjtöttem tulajdonképpen az ő oldala mellett, és sajnos semmi nem következett be, és a lakók véleménye szerint azért, mert sajnos a választások után 2 hónapra rá kiderült, hogy valójában nem az ő akarata érvényesül, hanem a 2-3 fölötte, mögötte, mellette lévő emberek akarata, akiket a választópolgárok meg sem választották, és ezt nagyon igazságtalannak tartjuk. Úgy gondolom, hogy ez olyan, mintha Orbán Viktorra szavazok, és a debreceni polgármester irányítja a város főbb dolgait. És most én tulajdonképpen szeretném megbontani a képviselőtestületben lévő mostani nagy egységet, ami szerintem nem egészen demokratikus, és nem igazságos, és nincs egyenlő elvirálás a budakalászi lakosok között. Mik a tervei, és milyen programra kéri a választók támogatását? Hát én a terveimet tulajdonképpen postaládába bedobogattam, és bemutatkoztam, több embert felkerestem személyesen, én ezt nagyon fontosnak tartom, de egy felhívást szeretnék közölni a 2. körzet lakóihoz, és ezt szeretném felolvasni, ezt leírtam. Tisztelt lakótársaim! Az önök segítségén nélkül, tisztelt lakótársaim, semmit sem fogok tudni tenni. Ezért kérem, fogjunk össze, harcoljunk, követeljük ki, ami nekünk jár. Nem vagyunk tized-századrangú állampolgárok. Követeljük, és jár nekünk, a hév megálló olyan legyen, mint Budakalász másik 2 hév megállója, a Budai út olyan legyen, mint a József Attila út, iskolához, óvodához, templomhoz nyújtsanak biztonságos, zebrával ellátott akadálymentes közlekedést, a 2. körzet minden forgalmas utcáján építsenek járdát, zsiliprendszer megépítésével védjék meg lakóházainkat az árvíztől, a Jókai utca csatornavíz elvezetését oldják meg, teremtsenek élhető körülményeket a vasútsori kocsmáknál, a hév és a patak menti patkányokat, csigákat írtsák ki, a kisebb utcákat minimum murvával szórják le, a közmunkások ne csak a templomig legyenek alkalmazva, a város központjában lévő közlekedési lámparendszert oldják meg úgy, hogy megszűnjön az a borzalmas káosz, és az autósok ne a Sport utca tanító utcában, földutakon meneküljenek a dugók elől. Követeljük ki azt is, hogy szavunk meghallgatásra kerüljön a testület előtt. És kedves lakótársaim, a helyi újságokat olvasva és a BKCTV-t hallgatva pontosan megtudhatják már most, hogy melyik körzetbe kerül jövőre az az 1-2 milliárd,
és sajnos nem a mi körzetünkkel. Minket már leírtak. Ezért mozgósítsunk, ha kell, és harcoljunk az igazságért. És a Rogán polgármesternek üzenném, hogy én biztos vagyok benne, hogy ő lesz most is a polgármester, és bízzon magában, és higgye el, hogy a háttér irányítók nélkül ő talán még jobb és tisztességesebb polgármester lesz, mint ahogy idáig történtek a dolgok. Én nagyon köszönöm, én ennyit szerettem volna mondani. Köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm szépen.